A cukorbetegek világnapja alkalmából ismerhettük meg azt az ijesztő statisztikát, hogy sereghajtók vagyunk az Unióban. Dr. Takács István kérdezem, hogy vajon miért van ez így? Jó reggelt kívánok, ötödikek vagyunk egyébként, a legrosszabb felől nézve, tehát nem legutolsók, de ez is rettenetesen ijesztő. Igen, és sokan. Hát az oka sajnos az nagyon összetett. Nálunk nincs több cukorbeteg alapvetően, mint az Európai Unió többi országában. És az is igaz, hogy nálunk minden gyógyszer elérhető, ami a többi országban semmilyen korlátozás nincs, amiben viszont úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon lemaradunk az a betegek együttműködése. A diéta betartása, azoknak az orvosi utasításoknak a komolyan vétele, hogy amikor valaki cukorbeteg lesz, akkor a testsúly csökkentése vagy a megfelelő mozgás, az milyen sokat segíthet a betegség kimenetelének javításában. Hát sajnos ebben körülbelül ugyanott tartunk, ahol a halálozási statisztikákban a sereghajtók között vagyunk. Tehát, hogy a cukorbetegség tekintetében is, a cukorbetegség következtében elhunytak aránya ilyen rettenetesen magas. Így van, így van. Abban vagyunk a sereghajtóak, hogy hányan halnak meg a cukorbetegség szövődményeiben. És vajon miért megy ez rosszabbul Magyarországon, ez a fajta egészségügyi együttműködés, önmagunkra való odafigyelés, vagy esetleg az egészségügynek magának is vannak ebben mulasztásai? Persze a mundér becsületét védem egy picit, de én azt gondolom, hogy itt nem alapvetően az egészségügy hiányosságáról van szó, hanem az egészség tudatosságról. És sajnos egészség tudatosságról Magyarországon az esetek döntő többségében nem lehet beszélni. Tehát lámpással kell keresni azt a cukorbeteget, aki az orvosi utasításokat, akár a diéta, ahogy előbb mondtam, akár a testsúlycsökkentés szempontjából betartja, és anélkül a legjobb gyógyszer sem hatékony. Mit lehet tenni azért, hogy ez a helyzet változzon, hogy a következő generációk már úgy nőjenek föl, abba szocializálódjanak, hogy erre oda tudnak figyelni? Igen, hát ebben a következő generáció szocializálásába a szülőket is be kell vonni, és ebben hát elég komoly eredményeket kezdünk elérni. Ez az első 1000 nap program, ami most már elég széles körűvé vált az országban, alapvetően ezt szolgálja. Ugye a célunk az, hogy az élet első 1000 napjára felhívjuk a figyelmet a szülők és a gyerekek ugye ebben a korban még nem tudnak odafigyelni, de a gyerekekkel foglalkozó szakemberek szempontjából is, hogy az első 1000 nap az nem tét nélkül. Tehát nem arról van szó, hogyha az első 3 évben valamit elrontunk a gyereknél, túlsúlyos lesz, rosszul tápláljuk, nem szoktatjuk mozgásra, akkor az az élet hátralévő részében egy az egyben kijavítható. Nagyon komoly tudományos adatok bizonyítják, hogy például azok a gyerekek, akik ebben az időszakban elhíznak, a szülők nem megfelelően táplálják őket, nyilvánvaló, hogy ez csak és kizárólag szülői felelősség, ezeknek a gyerekeknek 80%-a felnőtt korában is túlsúlyos marad. A túlsúlyosság pedig a 2-es típusú cukorbetegségnek alapvető oka, és az egyik legfontosabb rizikófaktora. Milyen más későbbi betegségeknek az eredőjét kereshetjük az első 3 évben? Hogy csak néhány példát mondjak, és maradjunk a cukorbetegségnél. Ugye az 1-es típusú cukorbetegség, aminek alapvetően az az oka, hogy kevés inzulin termelnek az inzulin termelő sejtek, ez egy autoimmun betegség. Vizsgálatok igazolták, hogyha az anyának a terhesség alatt, illetve a kisgyermeknek nem megfelelő a D-vitamin ellátottsága, akkor ennek a betegségnek a kockázata 80%-kal nő. Mitől lesz megfelelő a D-vitamin ellátottság? A gyerekeknek D-vitamint kell adni. Ugye az nem nagyon reális, hogy egy csecsemőt annyit napoztassanak, amennyi elegendő ahhoz, hogy megfelelődjen a D-vitamin szintje. Ráadásul ugye télen hiába napoztatnák a gyereket, vagy hiába jutna naphoz, mert akkor nem is hat. Nincs benne elég UVB sugárzás, tehát D-vitamint kell adni, és Magyarországon valamiért elterjedt az, hogy az első 1 évben szinte hibátlanul megy, minden gyerek kap D-vitamin cseppet, és akkor mint egy varázsütésre ezeknek a gyerekeknek a száma az zuhanni kezd, és ezt próbáljuk elterjeszteni, hogy nem történik semmi az első 1 év után, ugyanúgy kell folytatni ezeknek a D-vitamin pótlásoknak. És a táplálkozásban mire kell figyelni? A táplálkozásban alapvetően ugyanazok az elvek működnek, mint a felnőtteknél, hogy nem szabad túl sok anyagot, tehát túl sok szénhidrátot bevinni, nem szabad a gyerekeknek olyan ételt adni, ami nagyon egyoldalú táplálkozást mutat, nem ehetnek, tulajdonképpen ihatnak túl sok foszfátot, ezek az üdítő italok gyakorlatilag, megfelelő mennyiségű vasat kell bevinni, tehát csoda nincs ebbe. Inkább arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez egy mindennapi háború. Tehát a kisgyermekes szülők pontosan tudják, hogy az első 3 év ilyen szempontból különösen nehéz, mert a gyerek mindig szeretne valamit.
vagy ezt, vagy azt, süteményt, és most sorolhatnám, de a szülő felelőssége oda kell arra figyelni, hogy ezeket az elveket betartva megfelelő mennyiségű és minőségű ételhez jussanak a gyerekek. És később majd a gyermek és a későbbi felnőtt egészsége fogja meghálálni. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Önöknek köszönöm a figyelmet. Balogh Judit fórummal várja önöket, nem sokára kezdődik a műsor, most pedig megtudhatjuk Judittól, hogy milyen témákra készüljenek. Szervusz, Judit! Szervusz, Antónia, jó reggelt kívánok a nézőknek! Antónia, pont te folytattál egy nagyon izgalmas csörtét Kovács Zoltán kormányszóvivővel, aki a menekült kérdés kapcsán azt mondta, hogy nem szabad, hogy mágnesként vonzzuk a menekülteket. Te próbáltál rá kérdezni hosszasan, hogyha Szerbiát biztonságos országá nyilvánítják, akkor gyakorlatilag az azt jelenti majd, hogy hivatalosan senki nem jöhet be menekültként az országba. Erre egyértelmű választ azért a kormány szóvivőn nem adott. Várom ebben a témában a telefonhívásaikat a nézőknek, és másik két témánk lesz, még beszélgetünk a paksi bővítésről, illetve a tényleges életfogytiglannak a kérdéséről. Pár perc múlva kezdünk. Ez lesz tehát a fórumban, pillanatokon belül, a Startban pedig holnap már Róna Jegon várja önöket. Én köszönöm egész napi figyelmüket, viszontlátásra!